Szép estét, köszöntök mindenkit a nézőtérben! Ma először egy 100 éves orgona történetét ismerhetjük meg, majd az Omega emlék kiállításra látogatunk el. A művész bejáróban Tóth Kovács Eszterrel és Barta Zoltánnal beszélgetek a Nem Ereszti formációból. Tartsatok ma is velünk! Hamarosan 100 éves lesz a Ferences Rendház orgonája. A patinás hangú hangszernek kalandos volt a sorsa. Az Angster orgonagyár építette még 1923-ban, de nem az eredeti tervek szerint, mert az akkor fennálló nyersanyag hiány és a nagy infláció miatt kétszeresére emelkedett a hangszer előállítási ára. November 18-án adták át a Gyöngyösi Ferences könyvtárban található orgonát. Az idén 100 éves hangszer sok nehézség árán került mostani helyére. Ferenc Beatrix, a Gyöngyösi Ferences könyvtár vezetője és Kovács László, a Ferences templom kántora meséltek az orgona történetéről. 1735. május 8-án született az a definitóriumi döntés, miszerint a Széchenyi konvent mintájára kórust kell építeni a Gyöngyösi Rendházba. Nagyon lassan zajlott az építkezés, 1744-re készült el a kórus, ami aztán nem is bizonyult stabilnak, és 1758-ban meg is rodjant. Ezt a Rieger cég készítette, ez nem valósult meg, és ezen látszik, hogy sokkal díszesebb, impozánsabb terv, úgyhogy az Angster cégnek az orgonáját választották. 1920-ban volt a Trianon, ezáltal nagy infláció keletkezett, illetve rengeteg nyersanyag hiány volt az országban. Tehát a Angster cég azzal szembesült, hogy nincsen se fa, se fém, óriási drágulás van, és ez az orgona pont egy ilyen korszakban rendelődött meg, amikor még nem volt nagy infláció, megkötötték a szerződést, és utána jöttek az alkudozások. Három manuálos orgonának épült volna, tehát három billentyűsorral rendelkezik, ezt jelenti a három manuál, és ebből csak két manuál épül meg, és nekiállt ilyenekkel is spórolni, hogy már megrendelt, de a műhelyben fölállított elkészült orgonákból megpróbálta, amit lehetett megmenteni és ide beépíteni. De ennek ellenére, hogy kisebb lett a hangszer, nem épít silányminőségű hangszert, mert azért ad erre a cég. 1923. november 18-án adták át. Igen, sok nehézség volt abban az időszakban. Egy Zrupka Ferenc nevezetű jótevő kezdeményezte, illetve az ő adományainak az eredményeként kezdeményezték az új orgona felállítását. Elektropneumatikus működési elvű orgona, az azt jelenti, hogy levegő útján és elektromos mágnesek útján nyílnak ki benne a szelepek. Innét indul a levegőnek az útja, ebbe a dobozba van egy villanymotor, amely betermeli a levegőt az orgonába, tartályokba kerül bele a levegő, téglák vannak becsomagolva ezekbe a papírokba, ez ad neki egy nyomást. Ez egy horgansíp, de ónból szoktak készülni, van a kisebbek ónból, itt léteznek horgansípok is, illetve ebbe az orgonában van részből is síp. Itt látható az orgonának a sípműve, a sípjai. Látszik, hogy ugye fából is, meg fényből is készülhetnek sípok.
ezek az ajaksípok, illetve ezek a tölcsérszerűek, ezek nyelvsípok, ez pont trombita regiszter. Ez a mű, úgynevezett redőnymű, annak az az érdekesség, hogy a sípok be vannak zárva egy ilyen dobozba, míg a másik oldal felülről nyitott, ez felülről is zárt, illetve ilyen félnyitott. Tehát ezt a orgonán egy pedállal, ezt az egész szerkezetet így be tudom csukni, amit most a kezemmel csukok be, és akkor bezárjuk a sípok hangját, ezáltal halkul az orgona. Jó rajta játszani, mert fel van újítva, mert tisztán szól, tehát szólnak a hangok. Egy jól megépített, tisztán szóló hangszeren nagy élmény játszani. A hangszer november 18-án fog jubilálni, amikor is ünnepi koncerttel várják majd az érdeklődőket a Gyöngyösi Ferences Könyvtárban. Plakátok, fellépőruhák, gitár és különleges lemezek. Csak pár tárgy az Omega Emlék kiállítás anyagából, amely jelenleg a legteljesebb gyűjtemény, ami bemutatja a legendás zenekar 60 éves múltját. A kiállítás a Szüreti Fesztivál ideje alatt ingyenesen volt látogatható. Nagyszabású fesztivállal ünnepeltett tavaly nyáron fennállásának 60. évfordulóját az Omega együttes. Most Gyöngyösre is megérkezett az a kiállítás, amely bemutatja a zenekar legfontosabb relikviáit és állomásait. A tárlat anyagát lelkes rajongók gyűjtötték össze, akik az eltelt évtizedek alatt követték a formáció útját. Debreceni Ferenc lendülete 75 évesen sem hagyott alább, úgy érzi, folytatnia kell az Omega emlékének ápolását. Tulajdonképpen először a koncert ötlete született meg, azt, hogy 17-én, most vasárnap, a születi napokon lesz egy Omega Testamentum koncert, amit hát én mindenféleképpen magamra vállaltam, hogy ezt az Omega utolsó nagylemez anyagát még színpadra állítva igazán el tudjon hangozni, mert eddig még soha nem hangozott el színpadon belünk az Omegával. Ezzel a zenekarral tudom prezentálni, tudjuk prezentálni, és hogyha már így van, korábban már beszéltünk, hogy van egy ilyen Szentesen az eredeti Omega múzeum, ahol ez az anyag megtalálható, de ezt teljesen ilyen utazóvá variálták, így módon aztán el tudták hozni ide. A tárlat körülbelül 12 rajongó gyűjteményéből állt össze, amely aztán vándorkiállítássá alakult. Arató Mátyás volt az ötletgazda, ő szervezte meg az állandó kiállítást, amivel azt szeretnék megmutatni, mit jelent a rajongóknak az Omega. 2022-ben 60 éves lett az Omega, de 21-ben meg 20-ban ugye a tragédiák történtek az Omega körül, és úgy tűnt, hogy nem nagyon fogjuk megünnepelni ezt a 60 évet, mert nem nagyon mozdult rá senki, mert mindenki is szomorú volt, meg gyászolt. És arra gondoltam, hogy úgy fog elmúlni ez a 60 év, hogy nem lesz neki semmi emlék állítva, és én gondoltam rá, hogy Szentesen már régen csináltunk egy kiállítást, megpróbálom Szentesen újra összehozni azt az anyagot, aminek a nagy része azért a gyűjtőknél van. És újra elkezdtem mindenkit megkeresni, mindenki azt mondta, hogy boldogan ad hozzá mindent, megkerestem a tagokat, és ők is azt mondták, hogy amit tudnak, ideadnak. És akkor felépítettünk 2022. májusában Szentesen egy kiállítást. Annyi anyag összegyűlt, ez a 60 év az annyira tartalmatos és sikerekben gazdag és eredményekben impozáns volt ez a 60 év, hogy rengeteg relikvia koncertplakát összegyűlt. Nagyon sokat kaptunk a zenekar tagjaitól is. Itt igazából az idő intervallumot követjük, tehát a Beat Omega-tól kezdve, hát sajnos az utolsó Tűzvihar turnéig. Az érdeklődők a lemezek, fellépő ruhák és plakátok mellett olyan különlegességeket is megtekinthetnek a kiállításon, mint például Kóbor János fellépő sáját, Benkő László színpadi kalapját, vagy Debreceni Ferenc ciki szkafander fellépő ruháját és dedikált dobverőit is. Hogy kicsoda nem ereszti? Egy igazán fiatal és igazán tehetséges énekeslány, remek zenészekkel a háta mögött, akivel egyre többször találkozhatunk a városi rendezvényeken. A formáció még nagyon fiatal, de ez a zenéjükben egyáltalán nem érezhető. Mi
Fiatal tehetséges énekesnő Tóth Kovács Esztert és Barta Zoltánt köszöntöm a Nem Ereszti formációból. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, és köszönjük! Köszönjük a meghívást! Meg a meghívást! Na hát kezdjük azzal, hogy honnan jött a név, hogy Nem Ereszti? Hát erre egyébként mindenki másképp emlékszik, de hallgassuk meg először Manónak a... Én úgy emlékszem erre a sztorira, hogy az Esztike megjelent a próbán egy olyan dalötlettel, hogy van egy kedvenc nótája a Blaha Louisianától, a Nem Ereszt című dal, és amikor nevet választottunk, akkor ugye adta egyértelműleg, hogy Nem Ereszt, és mivel Esztikét Esztinek hívják, Nem Ereszti, és így jött a névválasztás. Uh-huh. Ez így volt, igen, tényleg, nem tudok belekötni. Szereted a Blaha Louisianát? Igen, magyar viszonylatban az egyik kedvenc zenekarom. És kik még a kedvencek, akiket szeretsz énekelni? Hát Magyarországon valamiért könnyebb ezt kiszűrni nekem, a Margaret Island, akit nagyon szeretek, ugye a Blaha Louisiana, és igazából a magyarok közül ennyi, akiket így női szeretnék követni. Női vonalon? Női vonalon, igen. Ennyi. És hogyan kezdtél el énekelni? És ugye te gitározol is? Igen. Először gitároztam, másodikban kezdtem el gitározni. Énekelni pedig 8. osztályos koromban kezdtem el, mivel a iskola, ahova szerettem volna menni tovább tanulni, hirdetett egy versenyt, jelentkeztem oda, és akkor kezdtem el énektanárhoz járni. És ezt neked mondták, hogy Eszti, neked nagyon jó a hangod, vagy önmagadtól fedezted ezt föl, ezt a tehetséget magadban? Hú, hát erre igazából annyira nem emlékszem, de mondták, hogy jó a hangom, aztán egyszer csak így elkezdtem énekelgetni a gitár mellé, és hát itt és nagyon sokáig egyszer gitáros előadóként léptél fel a városban, különböző zenekarok előtt zenéltél, aztán eljött az idő, nem is olyan régen, hogy egy zenekar szerveződött köréd. Manó, hogy is volt ez? Hát ez kb. Egy évvel ezelőtt volt, jól emlékszem? Igen. Nekem Esztikének az apukája szólt, hogy tulajdonképpen az akkori felállásban én voltam az utolsó láncszem, hogy kellett volna egy dobos, meg egy masszív vokálos zenekarba. Azt még gyorsan mondjuk el, hogy a basszusgitáros Farkas Szabolcs, a gitáros vokálos az Faragó Beni, a gitáros az Misi Krisztián, és a dobos Harsányi Péter még nálatok ebben a felállásban. Igen. Igen. És hát én így kerültem a zenekarba. Utolsó láncszem, hiányzó láncszemként csatlakoztam. Igen. Aztán a későbbiek folyamán, amikor ugye bővült a repertoár, és olyan dalokat sikerült együtt kiválasztanunk, amihez már kevés volt az, hogy egy kahonnal kísérjem le. Ugyanis azt elfelejtettük mondani, hogy ez az egész úgy indult, hogy ez egy ilyen akusztikus verzió. Tehát az Eszti játszik akusztikus gitáron, énekel hozzá, jön hozzá egy basszusgitár kísérlet, esetleg még egészen. Egy gitár, és én pedig kahonom lekísérem a dolgot, de aztán olyan dalokat választottunk ki, amikhez ezek kevesek voltak. Tehát egy jóval nagyobb zenekart igényelt, és akkor jött a képbe a Beni, egy másik gitáros srác, és pluszba még egy dobos fiú, a Harsányi Peti. Ő ez jelenesen azt hiszem Ózdról. Igen, Ózdról. Mi az előnye az ilyen nagy zenekari felállásnak az akusztikus verzióhoz képest? Hát szerintem teljesen más hangulata van nyilván egy ilyennek. Egyébként úgy jött a dob, emlékszem, hogy kaptunk egy felkérést. A Valmar előtt zenélhettünk, Jászberényben, a Jászkorbasz Töltőfesztiválon. Igen. Ezer igen. ember előtt, mondtad. És akkor kellett egy dobost szerezni. Igen, mert hát azért egy nagy színpadra ez volt a Zoli. Nem elég. Igen. Nem volt elég. Ez idén volt februárban, igen. És úgy képzeld el, hogy tulajdonképpen ez volt a zenekarnak a debütálása, az első fellépése. Az első koncertünk volt. És amikor mondták, hogy tulajdonképpen egy hatalmas csarnokba kell játszanunk, és hát legyünk őszinték, ott nem 1000 ember volt, hanem szerintem alaphangon majd 5000 ember, tehát tele volt a csarnok. És ugye egy ilyen nagy zenekar előtt kellett játszani, ott finoman fogalmazva is pilliszka lett volna, tehát nagyon-nagyon szűk lett volna az a,
az a perspektíva, amin megszólal a zenekar, és ehhez szerveztünk hozzá egy ilyen nagyobb volumenű hangzásvilágot. És akkor megtanultunk Bruno Mars nótákat, meg mindenféle olyat, amivel nagyobb hangulatot lehet csinálni. És hogyan válogatjátok össze a repertoárt, hogy milyen dalokat játszotok éppen? Általában, amit én szeretek, vagy én tudok, ami jól áll nekem, de egyébként ezek általában pop, régebbi és újabb számok. Magyar. Igen, mert az az igazság, hogy amiket mondjuk ugye, mi vénfejjel szeretünk, azokat hiába is tesszük be a közösbe, tudod, van egy közös platform, oda bedobáljuk a számötleteket, a dalötleteket, hogy miket kellene játszani, és hát ez ritkán találkozik az esztikai ízlésével, őszintén De azért szólva. Van ilyen? De azért van ilyen, hála Istennek, olyankor így hogyha, és pláne, hogyha a közönség előtt ez működik is, és jó bulit lehet vele csinálni, akkor az ember így megveregeti a saját. De jó van, akkor mégiscsak jó ötlet volt. Meg azért az is jó érzés, amikor mondasz egy ilyen relatíve őségi dalt, levisszük próbára, eljátsszuk, és tökéletesen jól megszólal. És a közönségnél még le is tudjátok tesztelni, hogy mennyire tetszik nekik, tehát hogy mennyire lelkesek, és mennyire megy veletek a dal, meg a dallal. Igen. Hogyne. Nektek egyébként mi jelenti a legnagyobb büszkeséget, úgymond, hogyha a közönség megtapsolt titeket, vagy hogyha utána jönnek a visszajelzések, hogy nagyon szuperek voltatok, vagy mikor vagytok elégedettek magatokkal? Hát nyilván a tapssal is. Én akkor vagyok a legboldogabb, amikor látom a mosolyokat például. Nekem az mindennél többet ér. Amikor mosolyognak, táncolnak, tapsikolnak, érzed, hogy jó buli, amikor az a legjobb egy zenésznek szerintem, inkább fogalmazunk úgy, hogy zenészkének, mert inkább zenészkének tartom magunkat, amikor te is úgy érzed, hogy 100, relatíve majdnem 100%-ot tudtál nyújtani a színpadon, és ez átjött, az az energia, meg az az öröm, amit mi érzünk zenélés közül, az átmegy a közönségnek, és lehet, hogy a közönség is. Tehát amikor mindenki elégedett. Elégedett a zenekar is saját magával, elégedett a közönség is, hogy de jó buliba volt, elégedett a hely tulajdonosa is. Tehát mindenki az égvilágon, hogy fú, itt egy akkora buli történt, valami csoda, és akkor legközelebb is szívesen visszavárnának. Tehát az a legjobb érzés, amikor úgy megy haza a közönség, hogy de jó volt, legközelebb is jövünk, mikor lesz. És mikor lesz ilyen alkalom legközelebb? A bornapokon fogunk fellépni. Igen. A szüreti napokon. A szüreti napokon, igen. Meg lesz egy gyöngyös-solymosi nap is. Igen, egy solymosi falunap. Igen, ott is. Ez sűrű programnak tűnik, amihez én kívánok nektek minden jót, és találkozunk, és köszi a beszélgetést. Jaj, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Minden jót nektek is. Most a mozi ajánlóval folytatjuk. A Manhattan csatorna rendszerében lakó tini ninja teknőcök ismét New York védelmére kelnek, egy seregnyi ellenséges mutánssal szemben. A rendőrség megdöbbent a bűnözési hulláptól, melyet szuperlégy vezet. Senki sem látta, hogy néz ki. Miért? Mert elpusztít mindenkit, aki látta. Menő. Nem menő. Kicsit menő. Mit tesz egy bátor kisverébe, amikor megtudja, hogy nem gólya? Hát barátaival nekivág a nagy útnak Afrikába. Mesélnél még erről az égkörről? Igen, mutatok valamit, ha elég fürge vagy. Ez nem a ti területed. Legyőzzük Zavanót, majd én segítek. Hamarosan érkezik a Bazi nagy görög Lagzi harmadik része. A portokallos család most Görögországba utazik egy hatalmas családi összejövetelre. Megígértem, hogy megkeresem apa legjobb barátait. Ismerem őket. Még itt élnek? Nem. Hogy találjuk meg őket? Jönnek a találkozóra. Mondták neked, hogy jönnek? Nem. Miután évekig rejtőztek az emberek világa elől, a teknőc tesók nekivágnak, hogy megnyerjék a New Yorkiak szívét, és hogy a hőstetteik által elfogadtassák magukat rendes tinédzserként. Ezúttal azonban egy csapat fura mutánssal kell megküzdeniük. Fiúk, hol voltatok? Csak vásárolni voltunk. Ennyi? Bocsánat, Szecska, a többiek pizzázni akartak, de én próbáltam lebeszélni őket. Leo! Milyen patkány vagy? Hé, ne használd így ezt a szót. Bocsi, apa. Hé, srácok, ha nem lennénk számkivetett szörnyetegek, és azt tehetnénk, amit akarunk.
Ti mit csinálnátok? Gémis lennék. Talán lenne csajom. El tudjátok képzelni? Nem hinném. Ez őrület! Teknős, mutáns karate tini! Tudni akarok rólatok mindent! Apánk legkevésbé sem egy óriási patkány. Ettől úgy érzem, hogy egy patkány. Az örök tízetrogentől. A rendőrség megdöbbent a bűnözési hullámtól, melyet szuperlégy vezet. Senki sem látta, hogy néz ki. Miért? Mert elpusztít mindenkit, aki látta. Menő. Nem menő. Kicsit menő. Csinálj csíkit. Legyőzzük szuperlegyet, és akkor mindenki menőnek tart minket, elfogadnak. Csinálj csíkit. Ma este veszi át a szajrét a Brooklyn híd alatt. Csinálj csíkit. Ez miért? Csík. Mi a? Kis teknőcök vagytok, vagy mi? Hihetetlen, hogy vannak más mutánsok. Csapatjátok velük? Az emberek sosem fognak szeretni minket. Megoldjuk, hogy a mutánsok uralják a világot. Az embereknek jön a kopó. Fura fordulat. Idén. Nem bírunk el vele. Meg kell próbálnunk. Hajnali 6, Koros Gyergyák rád. Fiai, Michelangelo, neked van szíve. Donatello, neked van eszed. Raffaello, neked van merszed. És Leonardo, neked becsületed. Elég a duma! Minden este bunyóról álmodom. Indulatkezelési problémád van. Ez nem probléma! Tini Ninja teknőcök. Mutáns káosz. Ricsit, a merész verebet, aki gólyák között nőtt fel, fogadott családja hátrahagyja, hiszen nem bírná az utat Afrikáig. Ő azonban be akarja bizonyítani, hogy van ő is legalább annyira gólya, mint a többiek. Most leesik a csőrötök, mert megmutatom a merész sziklaesést! A veréb, aki gólyák közt nőtt fel, visszatért. Uh-huh! Eljött a nap! Végre bebizonyítom, hogy képes vagyok hazavezetni a rajunkat. Szia, apa! Mizu. Felkészült, hogy vezesse a rajt. A raj tanácsa meghozta a döntést, Richardot! Igen! Ki kellett zárnunk! Ez nem igazság! Nincsen szükségem rajra! Új kalandok várnak rá. Nézzétek ezt a helyet! Sose láttam még hozzá hasonlót. Halló! Kik vagytok? Mi vagyunk a Farni! Holnap legyen itt a nagy égkő, mielőtt a torony árnyékot vetne a pavilonra! Az mikor van? Naplemente előtt. Mesélnél még erről az égkőről? Igen, mutatok valamit, ha elég fürge vagy. Ez nem a ti területed. Legyőzzük Zamanót, majd én segítek. Ne! Hey! Ez az utolsó esélyünk. Csatára fel! Add ide az égkövet! Jó csapat vagyunk. Egy szív, egy lélek. Ricsi a gólya és az elveszett kincsrejtélye. Folytatódik a nagy sikerű vígjáték harmadik felvonása, a Bazinagy Görög Lagzi 3. A folytatásban egy görögországi esküvő van napirenden, persze egy ilyen családi ünnepségen elkerülhetetlen a káosz. Sok minden történt a Bazinagy Görög Lagzi óta. Édesapám eltávozott, és az volt az utolsó kívánsága, hogy keressük fel a falut, ahol felcseperedett, és találjuk meg a gyökereinket. Így hát, újra találkozunk. Megyünk Görögbe. Bizonyám. És bizony ott lesz az egész család. Még hagytam szüvlakit. Ott hagytunk valakit? Aki ott hagyott valakit, most szóljon. A kedvenc Bazinagy Görög családunk. Arisztotelész, te meg... Nem tudtam, hogy itt leszel. Mit keresel itt? Volt egy csodás randiuk. A calgoztolta. Visszatért. Ti a portakalosz család vagytok! Rokonok vagyunk! A paputok papuja volt az énük nagyikám nővérének, a sógornőjének a férje! Kuzin! Vula néni vagyok, én leszek a kedvenced!
Megígértem, hogy megkeresem apa legjobb barátait. Ismerem őket. Még itt élnek? Nem. Hogy találjuk meg őket? Jönnek a találkozóra. Mondták neked, hogy jönnek? Nem. Idén. Nincs több hálószoba. Családi pizipárti. Ezt a találkozót. Nem. Sosem felejtjük el. Ismeri őket? Nem. Meglepődtem, de nem lepődtem meg. Mert engem semmi sem lep meg. Nem értem. Több, mint utazás. Az éjjel Arisztotelészről álmodtál. Honnan tudod? Garagvudu. Bam! Több, mint ígéret. Meg kell találnom apám barátait. Angelova, rajta vagyunk. Oké, bá! Ez az esemény mindenkit összehoz. Csináljuk! Kimondom, visszahoztál minket Görögbe. Már te vagy a családfő. Javás! Én nem bírok ennyit inni. Ne aggódj, egy hölgy, szószemrészed. Válassza ki a vacorát! Ó, oh, köszönöm. Vegetáriánus vagyok. Nem. Bazi Nagy Görög Lagzi 3. A részletes moziműsort a gyöngyösmozi.hu oldalon találjátok, hogyha el szeretnétek kerülni a sorbanállást, itt tudtok online jegyet venni. A filmezéshez jó szórakozást kívánok! Ennyi volt már a Nézőtér. A műsoraink tartalma visszanézhető a YouTube csatornánkon. Jövő héten is jövök, addig is kellemes hetet kívánok. Friss hírekért és információkért pedig látogassátok meg a gyöngyösma.hu oldalt. Találkozunk jövő héten. Viszlát, sziasztok!